megúsztad a magyar filmtörténet egyik, talán a legsötétebb korszakát, azt a 3-4 év hosszúságú Rákosi diktatúrát, a sematizmust, és ezzel robbantál be, hogy arról mondanál egy pár mondatot, hogy ez hogyan kezdődött, hogyan találtál rá erre az ötletre, témára. De ehhez azt kell mondanom, hogy abban az előző 3 évben, mint úsztam, mint hal a vízbe, mert egyrészt, mint első asszisztens, benne voltam a filmgyártásban, ismerkedtem, nem tudtam levenni a szememet arról, hogy mit csinálunk. Másrészt volt velem egy olyan enyhe, micsoda, hogy most akkor tényleg ebben a nagyon rokonszenves filmben, ahol mindig a pártitkáratnak volt igaza, és mindig volt benne egy nagyon rokonszenves munkásfiú, Szirtes Ádám, Mészáros Ági a felesége, hogy amikor az új lakást megkapják, akkor miért kell mindig föltenni a, már elő volt készítve a Marx-Lenin, Stalin és a Rákosi kép. Ez a Kis Katalin házassága volt, ahol arról vitatkoztak, hogy melyiket tegyék középre. És hogy hogy legyen elrendezve ez az óriási dolog, és hogy elgondolkoztam rajta, hogy milyen jó dolgom van nekem, hogy a képek rendben vannak, de hogy miért kell ezeket a falra rakni, ez legyen az ő problémájuk, akik csinálják. Tehát magyarán így úsztam én meg ezt a 3 évet, aminek volt nagyon sok hozama, és tulajdonképpen 53 után, Sztalin halála után volt egy nagy váltás a kultúrpolitikában, vagy egy nagy váltásnak szánt változás. És akkor mind azok a kollégáim, akik korábban idősebb kollégáim filmet csináltak ebbe az időbe, azok lelettek szefetél szúrva ugyanattól a párttól, amely ezeket a filmeket megrendelte. Most ezen mind túlestünk, és jött egy hullám, hogy legyen valami szórakoztatás, valami kellemes, nem kell mindig, ne legyen mindig a pártitkárnak eltársak igaza. Jaj, de érdekes. Így bukkantunk rá a Lilium Fi című témára, ami akkor a Madách Színházban egy sikeres előadás volt. És abban is játszott a Darvas Iván, csak úgy tudom, hogy nem azt a szerepet, amit itt a te filmedben, hanem a pincér fiút, ugye? Igen, hát a szereposztás más lett. A Darvas Iván volt a Gyuri pincér, Ladányi Ferenc volt, aki a főiskolán tanárunk volt, a Lilium Fi, de a Pécsi Sanyi volt a Szellemfi. És stimmelt még a Dajka Margit, hát, a Madásból. Igen. Ennek a filmnek olyan fantasztikus szereposztása van, hogy tényleg a 80-tól 25-ig, mert ott van Rózsahegyi Kálmán, Rajnai Gábor, akik még a 20-as években már játszottak filmeken, és a legifjabb Garas Dezső, aki akkor volt talán 25 éves, aki bele 22. zuhant, 22, bele zuhan a Boros Hordóba, és közte olyanok, akiket már emlékeztünk, hogy Darvas, Dajka, Pécsi, Rutkai. Azt olvastam valahol, hogy volt is egy pici sértődés a Gábor Miklós ír erről a valamelyik naplójában, hogy nem a Rutkai Éva kapta meg a Mariska főszerepét, ő csak a második női főszereplő ebben a... Erre emlékszel, hogy volt itt én valami? Én emlékszem, de hát a Gábor Mikivel én is csináltam. Egy televíziós valamit. Ja, tévéfilmet. A Valahol Európában, ahol én fullajtár voltam, és ő játszotta a férfi főszerepet, onnantól kezdve ismertük egymást. Úgyhogy ő tudhatná, hogy a Éva abban a pillanatban nem a Mariska volt, hanem a másik lány,
aki egyébként egy zseniális színésznő volt, és a szerepe is istenű volt. Hát igen, ő akkor már gyerekszínészként is, de már 10 éve színpadon volt. Nagyon rutinus, nagyon befutott, mindent tudott már, ellentétben a Krencseivel, aki nem sokat tudott, mert rendezői szakra. De ez egy külön történet, hogy hogyan találtatok meg. De benne volt még egy olyan, hogy mondjam, a gyakorlatlanságnak valami sármia, ami ehhez a szerepet. Ez kellett, ez kellett. Jó volt. De azt mondd meg, hogy akárhányszor filmes társaságban, szakma, vagy csak érdeklődők előtt, azt mondom, hogy Lilion film, mindenki elmosolyodik, hogy az, hát igen, az egy olyan üde és bájos dolog, hogy mi a, 54 nyarán forgattátok, kezdtétek el, hogy mi a titka, hogy eltelt egy több mint egy fél évszázad, és ugyan azt a hatást kelti. Mitől van ez a maradandóság? Nem volt nevünk, nem volt koncepciónk, hogy mi a filmművészet, de a szakmát tudtuk, és arra gondoltunk, hogy csinálunk egy olyan filmet, ami arról szól, amiről szól. Nincs benne, hogy mondjam, üzenet. Igen. Nincs benne, ezt nem tudjuk úgy megcsinálni, mert ezt nem nagyon szeretik az elvtársak. Magyarán a spontaneitásnak az ajándéka, amit X számú film után már nem rendelkezel vele. Találtam én egy pikáns dolgot, kutatgatva, ez most idézet lesz egy korabeli újságból. Azt mondja, 1954. október 4-én Bányász Imre igazgató és Szinai Miklós személyzeti vezető felelősségre vonta a Lilion Fit forgató debütáló rendezőt a magánéletével összefüggő hírekkel kapcsolatban. Milyen a szörnyűség? Ez korábban volt, ez nem október. Várjál csak, nem kizárt. Én ezt könyvből másoltam ki, úgyhogy ez a... Ja, jó. Így, feltehetőleg. Ez a Lilion Fit Badacsonyban, Szigligeten, Balaton környékén forgatta egy stáb, ahol, ahogy te említetted, a Rajnai Gábornak 1911-ben volt a színészi bemutatkozása a Nemzeti Színházban. Most képzeld el ezt a társaságot, meg minket, akik akkor voltunk 30 alattiak, együtt nyaralni és együtt csinálni egy filmet, ahol tudjam neked, olyan, és van mögötte egy politikailag, hogy mondjam, szabadabb légkör, hát ahol kapcsolatok szövődnek. És egy nagyon jó barátunk írt egy cikket, nyilván nem volt témája, az egy, már nem emlékszem, hogy szívták azt a képes újságot, hogy magán ugye a művész erkölcs. Ez a címe? Igen. Ebből idéztem. Igen. És ő elkezdett azzal foglalkozni, ami mondjuk reklám szempontból ma aranyat érne, hogy ki kivel milyen finom kapcsolatban van, de nem volt akkor az annyira ordinári, mint a mai, de hát mégiscsak megjelentek ott. És a végén az volt ennek a cikknek, hogy magánügy-e a művész erkölcs. Na most hát, ugye erre azt mondták, hogy ja, és ez mennyibe kerül nekünk állami pénz, Isten haragja, és jött egy vizsgálat, amit a Darvas József, a miniszter rendelt el. Egy mellesleg író is volt, ugye? Író volt, és hozzáteszem, hogy egy rokonszenves miniszter volt egyébként a maga idejében,
bár ez már a 8. éve volt Rákosi alatt, mint kulturális miniszternek, de azért neki voltak kísérletei, hogy... Kicsit lazábban. Igen. Na most... mi derült ki? Átvizsgálták az összes, akkoriban volt egy olyan... a Preobrazhenszki rendszert a Szovjetunióból vettük át, amikor 48-ban államosították a filmet. Ebben a rendszerben le volt írva, mint ma Hollywoodban, hogy kell egy filmet lebonyolítani. Benne volt a napi jelentés is, amit a scripter minden 10 percet föl kellett neki írni. Ezért egy bizottság átvizsgálta a scriptereket, hogy naponta hány beállítást forgattunk le, hány hasznos méter jönt el, és mennyi most éppen a... Na most, hát ebbe nem volt, hát ugyanúgy, mint most, nincs gazdasági probléma, de van erkölcsi. Na most akkor ezt az erkölcsi problémát úgy oldották meg a vezetők, hogy összehívtak villámgyorsan egy tanácsot, ami nagyon komoly emberekből állott, elsősorban Nádasdy Kálmánból, aki a mi főiskolai tanárunk volt, másodszorban Horvai Istvánból, aki egy nagyon rokonszenves rendező kollega, a Madách Színház igazgatója, ő rendezte a Lilienfit a színházban, a Madásban. Én nem tudom hány a megyei pártszervezet, vagy a kerületi, meg ez az amaz, voltak vagy 6-an, vagy 8-an, megnézték a filmet, hogy ennek a minősége vajon... Rajta van-e a képen, amit hát, kifizettek? Igen, hát hogy látszik egyáltalán igen. Valami, mert mi azt semmi más nem csináltunk, csak tangóztunk és csókolóztunk. És akkor ez a bizottság ült egy darabig a vetítés után, és akkor a Horváth Pista nagyon rokonszenves volt, mert éreztem, hogy valamit kell neki mondani, és azt mondta, hogy hát azért a Ladányi élet színészete és a Darvas Ivánnak egy picit, akkor kicsit gondolkozott, abba hagyta. Éreztem, hogy és az Ivánnál játszott, akkor hogy ez nem jó jel. Nem tud ezen tovább menni. Erre a Nádasdy hozzászólt, és azt mondta, hát uraim, azt akarom csak itt mondani, hogy valaha volt olyan, hogy aki egy mesterségre vágyott 1500-300 évvel, fogta magát, körbejárta Európát, hazajött, megcsinálta a mestermunkáját. Ezt látják most önök majdnem készen. Tessék szíves lenni intézkedni, hogy ezt az ifjak, akik ezt csinálták, minél hamarabb befejezzék. Na most a Nádasdynek egy olyan tekintélye volt, hogy mindenkinek leesett valami az éjjelből, és akkor villámgyorsan kaptunk egy ukázt, hogy azonnal befejezni, és be is mutatták ezt 55 januárjában. A barátunkat pedig, aki megírta a cikket, azt meghívtuk, részegre leítattuk, és akkor önkritikát gyakorlott. Önkritikát, ez egy divatos szokás volt abban az időben. Hátra van még a meglepetés. Kaptunk egy levelet, amit én itt fel fogok olvasni, és játszunk egy kicsit, nem mondom meg, hogy ki írta, ki lehet találni. Te biztosan rá fogsz jönni az első mondatok. Én olvasom fel, ne keresd a szemüvegedet. Jó, jaj, de jó. Én leveszem a szemüvegemet a felolvasáshoz. Majd még megmondjuk, hogy ki írta. Boldogtalan bölcsészként hányódtam a filmdramaturgia száraz berkeiben, mikor Makkarcsival találkoztam. Pontosabban boldogan vettem, hogy beosztottak mellé a Lilienfi egyik segédinasává. Végre értelme volt a derűs szónak, a játéknak, a tréfának, amit a szigorú környezet komor harcra készségével szemben Karcsi egész lényével árasztott. A felejthetetlen Darvas Iván és Dajka Margit, valamint a szépséges süldőlány, Krencsei Mari, a majdani első feleség, Karcsi mellett, mintha valamiféle szabad lebegésben úszott volna. Igen, a klasszikus, szerelmetes végjáték lendülete vitt mindenkit. És az ifjú nyár könnyű szellője vett körül, szabad volt komédiázni.
A kitűnő ízlésű és finom műveltségű Mészöly Dezső is ajándék volt az akkori sivárságban. Lehet, kérdeztem magamba, hogy a film világa nem kötelezően léha és hazug, hogy ötlet könnyedség nem kevéssé alakít, és egy karmester kedélye, temperamentuma uralhatja az egész művet és művelőit. Remek kezdet volt, ha közvetlen folytatása nem adódott is egykönnyen. A történelmi idők kanyarulatai nem kis hajlékonyságot követeltek, de az ifjú mester egyre mesterebb lett, kihasználva mesterségének alkatához igazodó lehetőségeit. A művek sora, a változatos műfajok, hangvétel, stílus értéket hoztak, egészen a vitathatatlan remek művekig, szerelem, macskajáték. Innen nézve nem is annyira meglepő, hogy ez az első, szinte új gyakorlatnak mondható, magában hordta már a nyitottság és formakészség jegyeit. Jól esik visszaidézni. Üdessége megóvta a porosodástól, és ma jó szívvel emlékszünk, kérdezve, hol az a nyár, mikor, mint fürge barátok, szürke barátot ittunk a karcsú boros poharakból. Most kérdezlek, nem téged és nem a sorokban ülő filmtörténészeket, tudja valaki, hogy ezt a levelet kiírhatta? Könnyítésül annyit elárulok, miközben visszarakom a borítékból és átadom, mert ez téged illet, hogy szerepel a film stáblistáján az illető hölgy. Hát már tudod. Nem volt korrekt, hogy ráírtad a feladót. Annyi a levél története, hogy... írtam egy e-mailt Bíró Ivetnek Párizsba, aki legnagyobb örömünkre és meglepetésre ezt a levelet küldte személyesen Makárolynak, de nem tudtam megállni, hogy ne osszam meg önökkel ezt a csemegét, úgyhogy azt hiszem, hogy itt abba hagyhatjuk és leülünk filmet nézni. Egy dologra szeretném felhívni még a figyelmet, amire én is nagyon későn jöttem rá, hogy a film legelején a balatonfüredi képsorokban, a harmadik vagy negyedik snitbe egy statiszta ott hasal, barna zsokésapka, piros kabát, kis bajusz, sötét haj, aki nem más, 1954. augusztus, Latinovics Zoltán. Első megjelenési a filmvásznon. Én gyorsan elmondom, hogy hogy került a Latinovics Zoli a filmbe. Az operatőr, Pásztor István, akivel én életem legelső be nem mutatott filmjét forgattam. Az úttörők. Az úttörőket. És aki később egy nagyon ismert és kiváló szakember volt, azt mondta nekem, hogy te, van a családomnak valami ismerős egy fiatal fiú, nem tudnánk valahol belerakni. De ez volt a forgatás előtti estén. És mondtam, hogy értesítsd ezt a urat, hogy jöjjön le reggel 7 órakor ide a strandra, amit ott forgattunk Szepeszden, és akkor jó. És akkor elkezdődött a szokásos rumli, volt ott 100 statiszta, meg ruha, meg ki hova ül, minden Isten csodája. Már majdnem elkezdtünk forgatni, és megérkezett kérlek szépen egy pici vitorlás hajóval a túlsó partról egy valaki, és kiszállt belőle egy hihetetlen jó mozgású, kicsit zavartan viselkedő, nagyon klassz fiatal fickó, egy álom tizenvalahány éves lányal, és oda küzdötték magukat hozzám, hogy ő az, aki a Gundel, a izé rokonság. És akkor gyorsan megnéztem, és mondtam az operatőrnek, hogy nézzél már ki még egy lukat valahol ennek a srácnak. Akkor kicsit arrébb zavarták az embereket, közben a Zolit átöltöztették, ami ruha van, egy kicsit összefogták hátul, összeziherejtőzték. Igen, hason fekszik. És akkor behelyezték abba a helyzetbe, és akkor indult a felvétel. És én itt ismertem őt meg, és volt közöttünk egy nagyon érdekes és furcsa, hogy mondjam, félbaráti már Latinovics és közöttem kapcsolat, ami egész életünkön át velünk jött. És azt hozzá kell tennem, hogy most, hogy időnként találkozok a régi dolgozataimmal, sajnálom, hogy nem csináltam vele igazán még azt az egy-két filmet, amit nekünk együtt meg kellett volna csinálni.
Hát köszönjük szépen Makkárolynak, hogy megtisztelt minket a jelenlétével. Én a szokás szerint a vetítés után is itt leszek, és beszélgethetünk, és nagyon jó szórakozást kívánok, ami ezúttal garantált. Köszönöm szépen.